Egy pécsi csapat a top 10-ben, 3200 gyerek van nagy digitális kalandban. Kovács L. Gábor professzor és Berez András mesemondó a porondon, Széchenyi és Kossuth Díjasok a pécsi Cirfádli estén. Futással a bátor tábor lakóért, két pécsi édesanyja is csatlakozott az élménykülönítményhez. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják, május 17-én csütörtökön, tartsanak velünk! Az önkormányzat tulajdonában álló lakások szabályozásával kapcsolatban cél, hogy a rászorulók, a tisztességesen fizetők és az adófizető pécsiek előnyösebb helyzetbe kerüljenek, és legyen nagyobb a rend. Ez áll többek között Őri László alpolgármester közleményében. Az új szabályozással előnyt élveznek az önkormányzati lakáshoz jutásnál azok, akik erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, és nincs közüzemi tartozásuk. További cél, hogy az önkormányzat bérlakásai megőrizzék állapotukat, illetve megújulhassanak, az önkormányzati vagyon gyarapodhasson. Az új rendelet változatlanul hagyja a bérleti díjakat, így az igénylők továbbra is a piaci ár töredékért kaphatnak lakásokat, a bérleti díjak átlagosan 13.600 forintos havi összeget tesznek ki. A csütörtöki közgyűlésen erről is döntöttek. Rendőr, tűzoltót és közbiztonsági szakember tüntettek ki a csütörtöki városi közgyűlés keretében. Az év rendőre címet Bugyi Zoltán, az év tűzoltója kitüntető címet pedig Merz Richárd Gábor kapta. A város közbiztonsága fenntartása védelmében végzett kiemelkedő munkájáért pedig Szalontai Csongor vehette át a Csikor Kálmán díjat. A város védelmének, közbiztonságának fenntartása és javítása érdekében magas színvonalon végzett, lelkiismeretes szakmai munkájának elismeréseként a Csikor Kálmán díjat, Pécs közbiztonsági díját adományozta a város önkormányzata Szalontai Csongor részére. Ez egy nagyon nagy dolog, ez a szakmai elismerés. Úgy érzem, hogy a honvédségnél és a rendvédelemben eltöltött több tíz év eredményeképpen jöhetett létre ez a díj, és kaphattam meg a várostól ezt a számomra igen megtisztelő, kitüntető díjat. A közgyűlés keretében adták át az év rendőre kitüntető címet is. Az elismerést Bugyi Zsolt rendőrzászlós vehette át. Hát szerettem segíteni az embertársaimon, más személyeken, és ez ilyen kötetlenebb hivatás, mint a többi. Az év tűzoltója Merz Richárd Gábor lett. Hát 17 éve vagyok tűzoltó, és igazából azóta teljesítek itt Pécsen szolgálatot. Már régi vágyam volt az, hogy tűzoltó legyek. Gyerekkoromban már igazából ez motivált, és ez most így ennek a 17 évnek úgy érzem így az átfogó elismerése. Ezzel kell tennem, hogy igazából ez egy csoportos munkavégzés, úgyhogy itt igazából mindenki úgy gondolom, hogy ezt a díjat megérdemelni. A díjakat Őri László alpolgármester és Lovász István pécsi edzője nyújtotta át a csütörtöki közgyűlés kezdetén. Minden valóságot nélkülöznek azok a pletykák, amelyek szerint a pécsi önkormányzat költségvetése kiigazításra szorul, áll egy sajtóközleményben. Nem először fordul elő, hogy az egyik vagy másik ellenzéki blog olyan minden alapot és valóságot nélkülöző bejegyzést tesz közzé, amely szánszándékkal hamis képet fest a pécsi városvezetésről, önkormányzatról, költségvetésről. Csütörtökön is egy ilyen rosszindulatú pletykát igyekeztek elterjeszteni a pécsi költségvetést illetően. A hamis hírekkel szemben az igazság, hogy a pécsi költségvetés a kormányzat tavaly meghatározott támogatásának és folyamatos partnerségének köszönhetően nem szorul kiigazításra. Nagy digitális kalandban vehettek részt a pécsi általános iskolások is. A verseny országszerte több helyszínen, de egy időpontban indult. A három fős, harmadik, negyedik és ötödik, hatodik osztályos diákokból álló csapatoknak egy órájuk volt, hogy a digitális világgal, a logikus, algoritmikus gondolkodással, az internetbiztonsággal kapcsolatos izgalmas, játékos küldetést online teljesítsék Pécset. 18 csapat versengett a PTE 1-es gyakorlóban.
Készülődnek a csapatok a nagy digitális kalandra. A város számos iskolájából érkeztek a csapatok, hogy az ország több mint 3200 tanulójával egyszerre, egy időben kezdjék el megoldani az online feladatsort. Egyszer egy tanár így bejött és mondta, hogy van ilyen esemény, és lehet rá jelentkezni, és mi megbeszéltük, és így jelentkeztünk. Tudod, hogy mire lehet számítani? Nem, de nagyon izgulunk és nagyon várunk. Május 1-én nyitotta meg kapuit Pécsett a Logischool országos franchise hálózat diákoknak szóló programozó iskolája. Speciális tananyaggal, saját oktatási platformukon, egyetemista oktatókkal a diákok heti egy alkalommal 90 perces órák keretében elsajátítják az algoritmikus gondolkodást. A gyerekeket szólítjuk meg, és őket tanítjuk programozni, illetve a programozás alapjaira. Itt alapvetően a 6 és 18 év közötti gyerekeket hívunk meg az iskolába gyakorlatilag tanulni. A maga programozásnak a tanítása az egy saját egyedi oktatási platformon működik, ahol a gyerekek úgy tanulnak meg programozni, hogy közben játszanak. Egész egyszerűen játékokat programoznak, vagy éppen applikációt készítenek, vagy a videóvágásnak az alapjait tanulják meg. Éppen amilyen témában gyakorlatilag ők jelentkeznek akár egy táborra, akár pedig majd szeptembertől egy kurzusra. A nagy digitális kaland elnevezésű országos versenyt a Logischool alapítványa, a Digitális Tudásért Alapítvány másodszorra rendezte meg. Pécsett 18 csapat versenyzett a PTE 1-es számú gyakorló általános iskolában. A csapatok a digitális világgal, a logikus, algoritmikus gondolkodással és az internetbiztonsággal kapcsolatos, izgalmas, játékos küldetéseket online teljesítették. Pécsről a MicroKids elnevezésű csapat jutott az országos top 10-be. Az országos eredményhirdetés május 26-án lesz Budapesten. A Biocom Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint május 21-én pünköst hétfőn díjmentes a parkolás Pécs parkoló zónáiban. A forgalom csillapított övezetekbe történő behajtás és a közterületi várakozás engedélyhez kötött. A Biocom Nonprofit Kft. Siklósi úti ügyfélszolgálata május 19-én szombaton 8 és 18 óra között tart nyitva. Május 21-én hétfőn és május 22-én kedden az ügyfélfogadás szünetel. A Millennium üzletházban található tömegközlekedési ügyfélszolgálati iroda május 19-e péntektől május 21-e hétfőig zárva tart. A MÁV-nál működő jegypénztáraknál fognak jegyet és bérletet árusítani a pünkösdi ünnepek alatt, minden nap 8 és 17:40 között. Május 19-én szombaton a Csontvári utca 10 alatti és a Nagy Lajos Király úti bérletpénztár tart nyitva délig. Május 19-én szombaton a szabadnapra, május 20-án vasárnap és 21-én hétfőn a munkaszüneti napra meghirdetett menetrend szerint közlekednek a buszok. A pécsi köztemető 6 és 20 óra között látogatható. A Pécsi Cirfándli Esték sorozat legutóbbi beszélgetős műsora alkalmával professzor dr. Kovács L. Gábor akadémikus, Széchenyi díjas neuroendokrinológus és Berec András Kossuth díjas népdalénekes mesemondó volt a vendége Hoppál Péter kultúráit felelős államtitkárnak. Az est az évad utolsó programja volt, melynek a Baranya megyei közgyűlés díszterme adott otthont. A sorozat a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében valósult meg. Dr. Kovács L. Gábor professzor, Széchenyi díjas akadémikus, neuroendokrinológus, kutatóorvosként kezdte pályáját. Fiatalon 15 éven át ügyelt, majd a profi kutatói létből a klinikai laboratórium felé vitte az élet. Akkor is részese maradt a betegellátásnak. Ahhoz, hogy ilyen magas szintre jutott pályája során, több mindennek köszönhető. Fiatalon kerültem ki Hollandiába, a világ egyik vezető kutatóintézetébe, olyan társadalmi körülmények között, hogy a feleségem és a gyermekeim nem jöhettek velem, akkor ez nem volt lehetséges. Mit tehettem? Éjjel-nappal dolgoztam. És elértem azt, hogy ott egy másfél év alatt többet tudtam az asztalra tenni, mint ide az 5-6 év alatt, és ez adott egy olyan fort, egy olyan lendületet, amivel hát sok-sok pályatársam elé tudtam keveredni. Berec András Kossuth díjas népdalénekes mesemondó Kovács L. Gábor professzor személyében egy rendkívül szorgalmas, lelkiismeretes embert ismert meg az este során. Berec András művészetében a felnőtt mesemondás az igazi élvezet. Én éjfél után is főleg férfiaktól tanultam mesemondást,
és az általában nem gyermekeknek való. Egyrészt azért, mert maga a nyelv, amin megszólal, az gyermeknek érthetetlen. Mai magyarországi gyermek nem nagyon érti. A gyermeknek az kell, hogy érthető nyelven mondhassák el. Az az igény, hogy valaki végre úgy beszéljen, hogy ne rögtön értsem, az 20 év felett bukkan fel az ember életébe. Úgyhogy én 20 év feletti gyermekeknek szoktam mesét mondani. A Pécsi Cirkvándi Esték polgári sikertörténet a közönség szavazatai érdeklődése alapján. Így értékeli az elmúlt évadot Hopál Péter kultúráért felelős államtitkár, az est műsorvezetője. Szomjú hozta a közönség, hogy találkozhassunk és bepillanthassunk Kossuth Díjas nagyművészeink és Széchenyi Díjas nagytudósaink élettörténetébe, személyes hitvallásaiba. És azt hiszem, hogy a személyes találkozások nagy erőt adnak, hogy mi is felfedezzük azokat a párhuzamokat, azokat a kapcsolatokat a különböző életpályákkal, amik bennünket is erősítenek, és közben pedig tanulságokkal szolgáljon, hogy mik azok, amiket talán a következő generáció számára át tudunk adni, hogy mi az, amit el kell kerülnünk, és mi az, ami pedig megerősít bennünket. A Pécsi Cirkvándi Estéket folytatni szeretnék valamilyen formában. A legkorábbi tervek szerint könyv készülne az eddigi előadásokból. A sorozat a Pécsi Polgári Szalon Egyesület szervezésében Lengvászki Attila elnök segítségével valósult meg. Második alkalommal érkezett Pécsre a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tech Csajok országos rendezvénysorozata. Az egyszerre szakmai és szórakoztató program sorozat célja, hogy a középiskolás lányokat a műszaki, informatikai és természettudományos pályák felé terelje, segítve a szakember hiány mérséklését ezeken a területeken. A pécsi eseményen több mint 200 lány vett részt. Közösen táncolt a pécsi gimnazista lányokkal Szújó Zoltán a Tech Csajok rendezvénysorozat pécsi megnyitóján. Az esemény célja, hogy műszaki, informatikai és természettudományos pályák felé tereljék a lányokat is. A PTM műszaki és informatikai karának adjunktusa szerint ezeken a területeken is tudnak érvényesülni a nők. Rendkívül érdekes, piaci szempontból jól eladható. Ezen a területen, főként az információs technológia területén küzdötték le a nők elsőként az úgynevezett üvegplafon, tehát megpróbálják eltüntetni azt a különbséget a foglalkoztatót, amik a nemek közötti különbségek akár karrierben, akár fizetésben, akár egyéb motivációban vagy szakmai hozzáállásban. Tehát ez egy jövedelmező terület, ahol nagyon komoly célokat lehet elérni. Második alkalommal hívták életre a Tech Csajok című rendezvénysorozatot, Szújó Zoltán pedig már tavaly is bejárta velük az országot. Elmondása szerint ez az esemény nagyban befolyásolhatja a lányok jövőjét. Próbálják ki ezen a rendezvényen, hogy vonzalmat éreznek-e valamelyik területéhez a műszaki pályának. Rengetegféle dolog van, vegyészek vannak, elektromérnökök vannak, villamosmérnökök vannak, és felsorolni is lehetetlen. Ha valami megindít bennük valamit, és beindít bennük valamit, amivel szívesen foglalkoznának, akkor már szerintem nagyon nagyot léptünk előre. A pécsi eseményen a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek a régió vállalataival. A nap folyamán igazi Tech Csajokkal is beszélgethettek, akik az ország számos pontjáról érkeztek a városba. A Magyar Sportlövők Szövetségének 2018 évi küldöttgyűlésén Nagy György elnök és Sinka László főtitkár a PSN ZRT sportiskola edzőjét, Herbai Jánost aranyelvénes kitüntetéssel díjazta. Herbai János 1969. május 1-én ismerkedett meg a sportlövészettel a Pécsi Dózsa Sportegyesületben. Puskás versenyzőként 1976 óta dolgozott a Pécsi Városi Lőtéren, mint az MHS Petőfi Sándor Lövészklub vezetője, egészen 2011. április 14-ig, nyugdíjba vonulásáig. Jelenleg is a Pécsi Lőtér vezetője, a Pécsi Sport Non-Profit ZRT alkalmazottja, valamint a lövész szakosztály vezetője is egyben. 1990-től a Baranya megyei Sportlövők Szövetsége főtitkára, 2012-től a Tolna megyei Sportlövő Szövetség főtitkára is. 2004-től a Magyar Sportlövők Szövetsége elnökségének is tagja. Munkáját felelősség teljesen végzi, nem csak a megyékben, hanem az ország egész területén ismerik, sokszor kikérik a véleményét. Hosszú több évtizedes, a lövéssport érdekében kifejtett kiváló munkája elismeréseként vehette át az aranyjelvényt.
Két pécsi édesanyja is csatlakozott a Bátor Tábor élmény különítményhez. Június 3-án a Plitvice maratonon félmaratont futnak, azzal a céllal, hogy 200 ezer forintot gyűjtsenek. A Bátor Tábor Alapítvány daganatos és krónikusan beteg gyerekek számára szervez ingyenes élményterápiás táborokat. A daganatos és krónikusan beteg gyerekek élményterápiás kezelésével foglalkozó Bátor Tábor Alapítvány 2001 óta működik Magyarországon. 2007 óta nemzetközi háttérrel is rendelkezik, ekkor fogadta teljes jogú tagjává a szakmai eredmények elismeréseképpen a Paul Newman által alapított élményterápiás táborokat tömörítő Serious Fun Children's Network táborszövetség, melynek világszerte összesen 30 tagja van. Az élménykülönítmény a Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági sportközössége. A csapat tagjai maratoni és félmaratoni futásokon, hosszú távú kerékpár és triatlon versenyeken indulnak. Az általuk megtett kilométerek akár egy kávé vagy egy mozi jegy áráért örökbefogadhatók. Ehhez csatlakozott két pécsi édesanya. Az egyik legjobb barátnőmnek a kislánya nagyon súlyos beteg volt évekkel ezelőtt, és azóta, hogy most már meggyógyult szerencsére, két alkalommal, és most idén harmadik alkalommal mehet táborozni, és ő nagyon jó élményekkel jött mindig haza, és sokat mesélt a táborról. Úgyhogy igazából én legelőször tőle hallottam az alapítványról, illetve az egyik futótársunk is gyűjt, a Lucéva is gyűjt, ugyanígy az élménykülönítmény csapatában a Bátor Tábor javára. Én a Detti révén hallottam a Bátor Táborról, nagyon sokat mesélt, meg ismerem is azt a kislányt, Pannát, aki már sokszor volt a táborban. Hát amikor a Detti ezt mondta, akkor én mondtam, hogy igen, persze. Tehát általában, amit mond a Detti, azt csináljuk. Hát ennyi. Nem tudok nemet mondani. A két barátnő egy éve fut rendszeresen, és indulnak versenyeken is. Céljuk, hogy örömet okozzanak a súlyos betegségen átesett gyerekeknek. Ha sok gondja van így az embernek, akkor így ez nagyon jó, hogy elmegy, és akkor úgymond kifutja magából. Úgyhogy ezt tudom javasolni mindenkinek, hogy sportoljon, mert az jó hatással van a lelki világra. Én nem régóta futok, soha nem tudtam futni, meg nem is szerettem futni, de most már egy kicsit erről másképp gondolkodom. Tényleg ez egy-két éves történet. És aztán így különböző ismerősökön keresztül ismerkedtem meg a Futapéccsel, ahová Dettivel közösen így beléptünk. Bernadett és Teréz június 3-án a Plitvice maratonon félmaratont fut azzal a céllal, hogy 200 ezer forintot gyűjtsenek a Bátor Tábor kislakói számára. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Egy pécsi csapat a top 10-ben, 3200 gyerek a nagy digitális kalandban. Kovács Elgábor professzor és Berez András mesemondó a porondon, Széchenyi és Kossuth díjasok a pécsi Cirfádli estén. Futással a Bátor Tábor lakóért, két pécsi édesanyja is csatlakozott az élménykülönítményhez. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!